A hipertónia következtében életüket vesztők felének semmilyen tudása sem volt élete során arról, hogy beteg. Ezért nevezik a magas vérnyomást néma gyilkosnak. Magyarországon a lakosság 35-40% a hipertóniás, tehát ez egy 3,5-4 millió embert érint. Emiatt fontos az, hogy minden orvos tudjon erről, ezt nem a kardiológusoknak, nem a belgyógyászoknak a belügye, minden egyes orvos-beteg találkozáson, még ha csak egy szemorvosi vizsgálatra megy valaki, vagy egy műtétre, egy adott szakterületre, fontos volna a vérnyomásmérés, mert sorra fedezzük föl a fel nem ismert hipertóniásokat. A betegségeben szenvedő 3,5 millió embernek közel a fele áll rendszeres kezelés alatt, és ennek is csak a fele van jól kezelve, mondja Bencz úr doktor. Sajnos Tolna megyében a 2015-ös felmérés, ez a legfrissebb, annak az adatai szerint még ennél is kevesebb, alig csak a negyedük van jól kezelve, és hát a jól kezelés azt jelenti, hogy a célértéket eléri. Ez a 140/90-es vérnyomást jelenti, de minden ennél alacsonyabb érték csak csökkentheti a betegségek kockázatát. Kondákor István főorvos, a Vadassa János Kórház tudományos tanácsának elnöke a kongresszussal azt mondta, egyre több hasonló ilyen rendezvénye van a kórháznak, melyen a szakma elismert képviselői osztják meg tapasztalataikat. Szinte mindennapos dilemmát jelent az, hogy milyen az ideális vérnyomásbeállítás, hány gyógyszerrel, hány hatásmechanizmusú gyógyszerrel, ezek milyen kombinációval érhető el az ideális vérnyomás, egyáltalán mi az ideális vérnyomás, erről is az alapkérdésről folyamatosan megy a diskurzus a szakmába, és hát a médiát, aki figyeli, láthatja azt, hogy ebben is vannak időnként újra gondolt tanácsok. Számos betegség prevenciójának alapkérdése a megfelelő vérnyomás, így például a stroke, az Alzheimer és számos neurológiai betegség esetében is. A legfontosabb, állítják az orvosok, a megfelelő életmód kialakítása a megelőzés érdekében.